Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Mai magazinunkban megmutatjuk, hogyan sikerült a városnapi rendezvény. Az elmúlt egy évben megmutatkozott, mekkora az összefogás Bátaszéken, fogalmazott Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere az ünnepi testületi ülésen. A városnapi rendezvény első napján a kultúra dominált. Lássuk, milyen volt a fogadtatása a különleges programoknak. Fúvola és gitárszólókkal tarkított ünnepi testületi üléssel kezdődött az idei kétnapos városnapi rendezvény Bátaszéken, majd Bozsolik Róbert polgármester az elmúlt egy év főbb eseményeit felidéző beszéde következett. Ránk hagyott örökség megőrzésére és gyarapítására is gondoltunk, hiszen dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy az elnyert közel 1,5 milliárd forintnyi különböző jogszínű támogatást a város jövője, fejlődése érdekében jól használjuk fel. Majd kiderült, mit akar a fekete lepel a nagy boldogasszony plébánia templom előtt. A fából készült bátaszék felirattal többek között az volt a céljuk, hogy még népszerűbbé váljon a város, még több turista érkezzen az immár 876 éves településre. Úgy gondoltuk, hogy természetes anyagból, fából készítünk egy ilyen bátaszék feliratot. Ugye mi elkezdtünk egy nagyon komoly városmarketing munkát 2014 évvégén, ebbe tartoznak a fesztiváloknak, a rendezvényeknek a megszervezése. Turisztikai információs pontot hoztunk létre, megújítottuk a városnak a kommunikációs rendszerét, és úgy gondolom, hogy egy következő állomás, hogy egy olyan feliratot tudtunk ide kihelyezni, ahová el tudnak jönni az emberek, lefényképeznek, és egy kicsit üzenni tudnak, hogy itt jártunk Bátaszéken, megnéztük a Molyos tölgyet, ugye, ami az európai fája volt, megnéztük az ország harmadik legnagyobb épületét, a mögöttünk lévő templomot, megnéztük a Géza szobrot, és fényképezkedtük és jól éreztük magunkat. A polgármester azt emelte ki, mennyi mindent sikerült megvalósítani céljaikból, és ebben mekkora szerepet játszott a város lakosságának összefogása. Megpróbálunk előre gondolkodni, vagy megpróbáltunk a pályázatok során, amiket elnyertünk, hiszen egy ipari park kialakítása folyik, tervezési fázisnak a végére érünk lassan, alapinfrastruktúrával ellátunk egy 6 hektáros területet is, mindjárt egy agrárlogisztikai központot is épít a város az elnyert támogatási forrásból. Bízunk benne, hogy ezzel a régi álmunk, hogy esetlegesen logisztikai központtá válhat Bátaszék itt a 6-os út mentén, ez most megvalósulhat, vagy elkezdődhet ez a folyamat. Folyamatosan energetikai korszerűsítéseket végzünk, hiszen ezt nagyon fontosnak tartjuk, egyrészt környezetvédelmi szempontból, másrészt ugye hát a zsebünkre megy a játék, mert ezzel rengeteget tudunk spórolni. Tanúszodánál zajlik egy közel 300 milliós beruházás, ami éves szinten 10-12 millió forint rezsiköltség megtakarítást fog eredményezni. Tehát próbáljuk, keressük az új lehetőségeket. Az elkövetkezendő időszakban nyújtunk be pályázatot konyafelújításra, nyújtunk be pályázatot utak felújítására. Tehát mindenben próbáljuk keresni azt a lehetőséget, hogy egyrészt élhetőbbé tegyük településünket, másrészt azt az örökséget, amit megkaptuk, ezt úgy tudjuk átadni majd az utána következőknek, hogy mi is hozzá tudtunk egy kicsit tenni. Alapvetően arra vagyok én legbüszkébb, hogy amit említettem is, hogy ezt mi közösségként értük el, hiszen itt egy ember, kettő ember megfeszülhetne, hogyha a bátaszékiek nem tudnak, vagy nem akarnának közösségben gondolkodni, akkor itt nem tudnánk ilyen eredményeket elérni és ilyen rendezvényeket megtartani. A bornapok az az esemény, ami abszolút az összefogásról is arról szól, hogy szeretünk együtt lenni. Ahogy említettem is, hogy több ezren voltunk a második bornap alkalmával, és minden egyes alkalommal is több-több korosztály. Tehát a 6 évestől a 99 évesig kis túlzásra, de megfordult ez a rendezvényen. És nagyon jó volt látni azt, hogy szeretnek együtt lenni, hogy jól érzik magukat, és hogy ők is úgy érzik, hogy végre van egy ilyen esemény egy Bátaszéken, ami összehozza őket, és ami gyakorlatilag kicsit kikapcsolja. A felirat leleplezésében Horváth István országgyűlési képviselő is segítkezett, aki arról beszélt, mennyire tiszteli a bátaszéki embereket. Tehát amikor Bátaszéken van az ember, akkor nem akárhol van, hanem több mint egy 1000 éves településen, már a vaskorban is éltek ezen a helyen. Ez valaminél fogva olyan különleges adottságokkal rendelkezik.
és a történelem bármilyen viszontagsága is voltak, nem csak Magyarországon, hanem Európában. Bátaszék ezt mindig túl tudta élni, és mindig erősebben jött ki. Mindig is ez valahogy a vallási, a gazdasági életnek a központja volt, vagy a központjaként tevékenykedett a környező települések számára, és ez mai napig is megvan. A top forrásba nyert Bátaszék községe ipari park fejlesztésre, azon belül különböző élelmiszeripari, illetve logisztikai beruházásokra. Következő időszakban ezeket a beruházásokat kell minél előbb úgymondom aktivizálni, és vállalkozásokat kell letelepíteni Bátaszékre. Ugye fontos az itt élők számára, és az alsónyéket is érinti ez a kerékpárútnak a megépítése. Épp jövő héten rakjuk le ennek a kerékpárútnak most már az alapjait. Az első nap programja a híres bátaszéki embereket bemutató kiállítással folytatódott a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban. Ez egy olyan arcképcsarnok, ami Bátaszékhez kötődő emberekről szól. Ők most születhettek Bátaszéken, vagy valami módon, akár az életük során itt töltöttek egy bizonyos időszakot, vagy jöttek, mentek, és munkásságuk ide kötődik a településhez. Az a fontos, hogy a település életében valamiféle lenyomatot hagytak. Ugye most, ha nagyon visszatekintünk az időbe, akkor 1142, és akkor haladhatunk fölfelé. A CIT kiállított anyag utolsó évszáma 1933, tehát aki akkor született, és már ők, egyikük sem él, ez a 21 személyiségből már senki nem él, de az a fontos, hogy azt is akartuk követni, hogy már nem élő személyekkel indítjuk el nyilván, mert ugye visszafelé akarjuk a történelmet megmutatni, hogy a településnek legyen egy olyan átfogó metszete, hogy ne csak épületek jellemezzék történelmi események, hanem azok az emberek is, akik azok mögött ott álltak. Olyan embereket kerestünk, akik valami módon nem a megszokott foglalkozásokat űzték annak idején. Például van itt ötvös, aztán van fizikus, rengeteget fel lehetne sorolni. Például a Pietro Tatar, én nem véletlenül ezt a nevet mondtam, ő Tatár Péter, de mivel ő kint élt külföldön, és nagyon híres hegedűkészítő volt. Hát erről sokan nem tudnak, hogy ő Bátaszék szülötte, ugyanúgy, ahogy említettünk Zádor Jenő zeneszerzőt, aki világhírű. De szintén nem sokan tudják. De nem sokan tudják, hogy ő a település szülötte. Igen. Na most, ha mi a település ezt nem őrizzük, meg nem tartjuk fontosnak, akkor rajtunk kívül más ezt nem fogja megtenni. Tehát ez nekünk kell, hogy fontos legyen, és azáltal, hogy mi ezt annak tartjuk, tudjuk közvetíteni a környezetünknek, hogy ezek azok az értékek, amelyek megőrizendők. 3-4 évig tartott, mire felfutatták ezeket a híres bátaszéki származású vagy éppen kötődésű embereket. Pintér Gabriella énekes ária estjével zárult az első nap. A koncertre a kitűnő akusztikájú Kanizsai Dorottya általános iskola aulájában került sor. A mezzoszoprán énekes főiskolai diplomáját Pécsett, egyetemi diplomáját Szegeden szerezte meg. Kezdetben kizárólag komoly zenei dalokat, áriákat énekelt, de ma már az operett, régi slágerek, szalonzene, filmzene, népzene világából is válogat fellépéseim. Válogatás lesz a kedvenc dalokból és áriákból. Egy kis csokrot így összeválogatunk a Lozsányi Tamás kollégámmal. Inkább a dalok lesznek most túlsúlyban, mert
mert azok most a szívem csücskei. De lesz két árja is, és ráadásszámmal is készültünk. Pintér Gabriella több helyen tanított éneket, de a budapesti Operettszínházban is tevékenykedett korrepetítorként. Többek között részt vett Bartók fából faragott királyfi című táncjáték bemutatójában. Nagyon komoly emlékeim vannak, ugyanis a gimnáziumban tanítottam 3 éven keresztül, és a volt férjem is innen jött az ismerettség, úgyhogy egész komoly emlékek vannak, és... Szeretem. Egyébként nem vagyok bátaszéki, hanem szekszárdi vagyok, ezt szerettem volna, igen. De nagyon szeretem a templomot például, tehát ez egy tényleg különleges hely. Nekem minden hely tulajdonképpen ilyen szempontból egyforma, hogyha mondhatom ezt, mert ilyenkor abszolút a művészetben van az ember, tehát így már most is a dalokban, mert benne vagyok a dalokban. Úgyhogy a hely ilyen szempontból nem meghatározó számomra. Utána, amikor már jövök kifelé, akkor igen. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Igényes, könnyű zenei műfajokban jelenlévő zenekarok koncertjeivel zárult a Városnapja rendezvény sorozata a második napja Bátaszéken. A Dirty Sleepers rock csapat érkezése jó választás volt, mert hangszerelésében, stílusában a Nagy Republikot idézte, nem véletlen, hogy gyakorta játszanak az egyik legismertebb rockformáció előzenekaraként. A Republik koncertjére pedig több mint 3000-en érkeztek, lássuk, milyen bulit tartottak. A pénteki nyitónap emelkedett hangulatú, bizonyos rétegeket megszólító, igényes kulturális programjai után a Városnapja rendezvénysorozat második napján a Piasztér volt a tömegeket vonzó eseménysorozat helyszíne. A délutáni ebéd utáni sétálgatás közepette többségében helyi borászok és méhészek kínálták portékájukat, miközben kézműves foglalkozás is várta a gyerekeket. Apropó gyerekek, ennyiben nem merült ki a nekik szóló program a Városnapján. A szervezők rájuk, főleg a kisebbekre is gondoltak, mert hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház színpadán nagy érdeklődés egész pontosan teltház előtt zajlott a Grimaszt Színház Vidám Bábszínháza a Boldogvár című darab, amely abszolút a gyerekek aktív közreműködésével zajlott végig. Az előadásra szép számmal a szülők is elkísérték a gyerekeiket, és szemmel láthatóan ők is nagyon élvezték az előadást. Ne haragudjon már! Hány kiló ez a gyerek? 33! Szórakozik velem! És miért nincs ráírva? A liszten is rajta van, 2 kiló liszt. Tudom, hogy hol a terület? 33 kiló! És azt mondják, hogy a könnyű műfaj. Hát jó. Jó súlyos egyéniség vagy. Mit mondjak? Csak itt egy picit még lőtt ki. Tudod, a madári esztőnök hatalmasnak izmai vannak.
tudod, olyan, mint a svájceli króna. Olyan egy. Apám, most kigyúrtuk magunkat. Figyelj, ilyenek lettetek volna, rég tovább jutottatok volna. A színpadi jelenetek végig humorosak voltak, miközben hangulati aláfestésként többször megszólalt a darabban a zene. Az idősebb fiúk, lányok és persze a felnőttek úgy 6 óra tájban tűntek fel egyre gyarapodó létszámban a bátaszéki főtérnek is nevezhető piacéret. Indult ugyanis a könnyűzenei program országosan többé-kevésbé ismert zenekarokkal, mint egy felvezetve az est sztárfellépőjét a Republic együttest. Egyéb iránt a Dirty Slippers az első esti fellépőt Republic előzenekarként is emlegetik, mert hogy sokszor az is a stílusában, a hangszerelésében a rendszerváltozás utáni legsikeresebb hazai rockformációt próbálja követni sok mindenben a 2009-ben Gyulán megalakult zenekar. Rokkos alapokon, és nem igénytelen rokkos alapokon, dallamos zenét lehet csinálni, tulajdonképpen akár a Republic árnyékában, hogy benneteket apostrofálnak. Így van, én nem is azt gondolom, hogy a Republic árnyékában, én inkább a Republicnek egy bástya szerepet szoktam szánni a karrierünkben. Ugye nyilván, amikor mondjuk 2009-ben hazajöttünk az Egyesült Államokból, ahol csinálhattunk egy lemezt a George Hillinggel, aki az Oasisnek, a Madonnának és a Mike Oldfieldnek a producere, nekünk ez egy akkora löketet adott, hogy utána nem volt kérdés, hogy beférjünk-e a magyar fesztiválokra. Hozzáteszem hangsúlyosan, hogy mi nem klasszikusan a zenei fesztiválokon szeretünk játszani, hanem a városnapokat választjuk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha egy zenekarnak 6-tól 60-ig vagy 70-ig van a közönsége, és ez nagyon kapóra jött, hogy 2010-ben egy évvel az Egyesült Államok beli lemezfelvételünk után oda jött hozzánk a Boros Csaba és az Abella Miklós, a Republicnek a frontembere, mostani frontembere és menedzsere, hogy hát a Dirtyt szeretnék előzenekarnak. A Republic énekes alapító frontember a tragikusan fiatalon elhunyt Bódi László cipő emlékére írták az Ahol te vagy című dalokat, ami minden koncerten így Bátaszéken is eljátszottak. Átmentem cipőhöz, és megmutattam neki ezt a dalt, és azt mondta, hogy ez a legjobb dalotok, Lázár, mert ezt bárhol el tudod játszani egy gitáron egy gyönyörű nőnek. Úgyhogy drága barátaim, az Ahol te vagy című dalunk ma este is cipőnek szól. Szeretném látni a kezeidet!
számok mindenképpen azt bizonyítják, hogy az élő rockzenére szerencsére hatalmas az érdeklődés. Nyilvánvalóan amellett, hogy egyébként van egy csomó olyan trend, hogy most ezek a diszkós alapokon nyugvó elektronikus marhaságok is menők, mi is próbálunk egy kicsit modernizálni a dolgokon, de én azt gondolom, hogy ezt próbáljuk mindig úgy megcsinálni, hogy ez igényes tudjon maradni és ne legyen. Mi a számítógép keveri ezen? Pontosan, hát az nálunk el van felejtve. A bluest és a rockot a megszokottnál populárisabban közös nevezőre emelni igyekvő jazztelen trió fellépésének vége felé már mint egy varázsütésre ezrek töltötték meg a piacszeret, hosszú tömött sorokban nyomultak a színpad előtti minél jobb pozíciók elfoglalásáért a helyi és a távolabbról érkező republik rajongók. Elvegyült a tömegben az a tucatra teltő szimpatizáns, akik bárhol is játszik a zenekar, ők ott vannak minden koncerten. A várakozást felcsigázandó, a feszültséget fokozandó, az együttes 10 percet késve érkezett a színpadra. A népdal feldolgozásos nyitány a 2 óra 15 percre tervezett koncerten a negyedszázados Republik múlt slágereinek és a közönség által szintén kedvelt dalait helyezték el időarányosan a koncert elején közepén, és úgy, hogy jusson a végére is belőle. Hogy osztjátok be a júniustól szeptember időszakot, és ráadásul Erdélyből is jönnek folyamatosan megkeresni? Hát hogy osztjuk be? Hát azért, hogy minket is beosztanak, tehát megkapjuk, hogy akkor itt játszunk, ott kinő az igazgatóasszony, Német Erikának hívják, és akkor mi jön, hogy akkor itt koncert, ott koncert, amott koncert mondjuk. Most egyébként olyan aránylag logikus ez a hétvége, mert ugye most itt vagyunk Bátaszéken, tegnap voltunk, hát logikus, tegnap Sárváron voltunk, hogy viszonylag közel, nem annyira messze, és akkor majd megyünk tovább Kaposvárra, tehát mondjuk ez egy olyan normális útvonal, tehát amikor mondjuk el kell ugrani mondjuk. Ja, és egyébként hozzáteszem, Kaposvár után lett volna hétfőn egy koncertünk kint Erdélyben. Lesz is hamus. Nem lesz, mert mondtuk, hogy ezt nem lehet teljesíteni. Minden hétvégén 3-4 koncert, aztán augusztusban egy egybefüggő 10-es csomag jön a Republik számára. A bőség zavara, de bírják, mert hogy bubiszkolnak a sikerben a republikusok kétségtelen idehaza és határunkon túl is. Megy a szekér a frontember cipő tragikus halálát követő időszakban is, amire a szkeptikusok nem számítottak, főleg a digitális világ beköszöntével, amikor elképesztő méretekben megnőtt a konkurencia. Hogy hiába próbálnak a maiak feljönni, és nagyon jó zenekarok vannak, és nagyon tehetségesek, de nagyon nehéz nekik, mert más lett a világ. Az emberek felszínesebbek lettek, az emberek nem figyelnek oda annyira ezekre a dolgokra. Egyáltalán az, hogy valaki zenész, és zenét csinál, az manapság egy ilyen kis szartelefonon elérhető, sajnos. Ugye annak idején ennek becsülete volt egy dalírásnak, vagy annak, hogy valaki tudott gitározni, vagy zongorázni. És mi még abból az időből jöttünk, és minket még ez a fajta, hát mondjam, ilyen kicsit misztikus köd borít, hogy na ők még igen, és hogy lesz olyan sláger, mint a Száj a kismadár,
ugye mondjuk erre céloztál, ez nem cél, nem erről van szó, a Sire kismondása annak készült, hogy most készül egy ilyen sláger, ami ha jól tudom, európai top 10-ben ben volt, amikor ez 95-ben, azt hiszem 95 vagy 96-ban talán, igen, elkészült ez az album, a Tüzet viszek című album van rajta. Mi nem erre készítettük, csak csináltunk egy dalt, ami eredetileg nem ilyen lett volna, aztán addig csiszolgatunk, míg ilyen lett, egyébként a Repülobána se ilyen lett volna. Ez egy féltempos Rolling Stones dal lett volna eredetileg, aztán lett belőle egy dupla tempó Status Quo dal, tehát egy Status Quo-s dal. Csak a szíveden át, csak a szíveden át, csak a szívemen áll, viszont utat tovább. Szólítsd meg jól a két kezem. Szólítsd meg jól, ha engedem. Bármerre indulsz el, úgyis engem találsz. Arcodon kétszer a lassú arányba. Az, ami a falon megy hátul, azoknak a képi üzenetek, üzenet azért valahogy benne van a dalainkban, ha bár lehet, hogy nem gondoltuk volna akkor, mondok erre egy példát, és ezt meg fogod érteni, fiatalabbak remélem meg majd megértik. Van egy Igazi Szerelem című dalunk, ami az első lemezen volt rajta, és ezt is játsszuk egyébként, kicsit áthangszerelve, kicsit hegedűt belerakva. És az Igazi Szerelem című dal alatt a hátsó vizuálban csak John Lennont és Yoko Onót lehet látni, aminek egyrészt van egy olyan fajta üzenete, hogy az, amit ők alkottak a Beatles idejében, szerintem örök is maradandó, és az ő kettő találkozása, az meg a John Lennon számára egy olyan példaértékű igazi szerelem volt, és akik például a Sárváról láttam, az emlék felkapták a fejüket, hát ez a Lennon. A Hooligans menedzser, a drága jó barátom, Maszler Laci elmondta, ma már a közönség szemmel hallgat koncertet, tehát ez nagyon fontos kérdés. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!